Készítettem egy ilyen kis teát, még így reggelre. Hát a tegnap este után most ez jól is fog esni. Ma pedig megyünk egy Martville Canyon nevű helyre, ami tulajdonképpen egy kanyon kő sziklaformációban egy nagyon szép kis aranyos patak / kicsi folyó, amiben végigmegyünk egy ilyen hajó túrával. Eszméletlenül gyönyörű lesz, legalábbis a képek, amiket erről készítenek, eszméletlenül gyönyörűek. Szóval, ja, most megiszogatom még ezt a kávét, aztán elindulunk. Egyébként elég érdekes, hogy 9 óra van, de olyan, mint hogyha még csak ilyen, legalábbis otthoni, ahogyan kell, fel a nap, lemegy le a nap alapján, olyan, mint hogyha ilyen 6.30 lenne maximum. Felkeltem ilyen 7.30-kor, mondom, jó, kelljünk hamar, aztán még olyan sötét volt, hogy inkább mondom, jó, hát inkább ebben még nem kelek fel. Szóval, ja, találkozzunk majd a kocsinál, mert lassan indulunk, egy 10 perc, 4 óra, majd ott találkozunk. Hát úgy tűnik, itt van még a gépezet, itt van még a kicsike. Szóval hát akkor kezdődjön a nagy kaland, és menjünk Martville-be. Kis tankolás. Thank you. Bye bye. Mennyi az? Ilyen 9000? 20 literér? Végül is nem olyan rossz az. Maga a rendszer az úgy működik, hogy a benzinkutas srácnak adod ugye a pénzt, aki először ugye megtankol neked, és ő neki adod oda a cash-t, és ő ott tud is visszaadni. Szóval, ja. Egyébként tök fasza így. Nyilván, ha kártyával fizetsz, akkor gondolom be kell menni. De ja, tök jó. Itt teljesen aztán megszokott, hogy konkrét tehéncsordák mászkálnak az utakon, még az autópályán is. Áh, kegyetlen. Ezt őket kell kerülgetni. Megálltunk egy kis boltnál, szóval menjünk be, vegyünk valami kis nasit, mert egész napra kelleni fog valami. És hát a Nemzeti Parkban nem igazán lehet kaját venni. Ezek jók lesznek. Where are you from? Hungary. Jó, oké, megvan a cucc. Megérkeztünk ide a Visitor Centerbe. Mátéra rájött a szarhatnék, de hát nézzétek meg, milyen WC állít rendelkezésre. Ez a tipikus Balkán style WC. Szóval így ebbe kell intézni az embernek a dolgát. Ami elég érdekes. Na de hát mindegy. Gyerünk a jegypénztárhoz. Na, szóval megvannak a jegyeink. Be is jutottunk itt a Visitor Center-on belül. És megyünk, keressük honnan is indul a hajó. Talán erre.
you. Úgy tűnik, fel kell vennünk egy ilyen mentőmellényt. Már remélem, nem esünk bele a vízbe, mert akkor telónak annyi, GoPro-nak annyi, kocsikulcsnak annyi. Thank you. Na szóval, beültünk egy ilyen kis gumicsónakba. Nézzétek, milyen gyönyörű a víz. Gyönyörű a táj. Két emberke evezget, előttünk egy, meg mögöttem egy. És így megyünk a kanyonon. Brutál jó. És reménykedünk benne, hogy nem esünk bele a vízbe. Á, csak nem. Élvezed nagyon? Hát ez gyönyörű, itt egész nap el tudnék csónakázgatni. Bevallom őszintén, ezt vártam a legjobban az egész grúziai túra alatt. Nézzétek, mi van elő. Árkát, mi dát? Csakhol jött ez. Nem lősz ki teket? Brutálakat? Egyébként engem ez valami olyasmire emlékeztet, mint hogyha valami filmben épp próbálnánk megközelíteni valami ilyen régi városkát, valami eltűnt várost. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, valamint hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor kövess be YouTube-on, TikTok-on, valamint Instagramon is. Hát ezt tudnám dolgozni. Itt evezgetés egész nap. Mert nekik már tudom. Milyen karom lenne utána? Egyrészt brutál karom lenne. Meg hát ez egyszerűen tényleg eszméletlen. Nézzétek. Gyönyörű vizesés. Remélem hallottad a víz csopogásától. Erről pedig tényleg eszméletlen. Talán az jelentett kihívás, meg veszélyt, hogyha ha esetleg nekiütköznénk a sziklának, mert akkor tuti kidúran ez a gumicsónak. Már fordulunk is vissza? Nagyon nem akarom. A bőrség van, hogy Gavi. A sérlébe egy gadaszpor. A sérlébe gadaszpor.
Valamivel nagyon beszélnek. Amikor jöttünk, hogy mielőtt jöttünk, hogy itt mi fogunk evezni, de hát itt most már tisztán látszik, hogy azért itt ez nem lenne mulatságos, ami mi eveznénk. Hát ők ezt csinálják egész nap, tudják, miket kell kerülgetni. Mi szerintem szétdurrantanánk azonnal. És ez az ember meg felózik itt. Vissza ide, kikötünk. Egyébként azt beszéltük, hogy tulajdonképpen 10 perc volt, és azt mondták 20 lesz, szóval megint beszkemeltek minket. Pész felét vissza, hello. De itt van valami hidacska. Önyörünk valahogy. Let's go, Máté. Let's go. Na hát azt mondta a hölgy, hogy erre kell jönni. Meglátjuk, mit találunk. Tényleg, ez hihetetlen bőszer. És most már inkább egy síkba vagyunk a folyóval. Itt már elég mély. Így most nem látszik semmi ember által készített, csak maga tisztán a kanyon, teljes pompájában. És ott majdnem összeér a föld, tulajdonképpen ott. Majdnem egy természetes hidat alkotva. Nice. Do you sell juice? Pomegranate juice? I'm not sure, just Snickers. Snickers? Snickers? George Snickers. Kaki? Kaki? Yes? No. Thank you. Azt mondta, hogy ez kaki. I'm talking to the camera. Azt mondta, hogy ez kaki. Mi finom. Thank you. One? Two. Aztán három larit mondott. Thank you. Thank you. Sok a medvét. Milyen ez a granátalma juice?
finom. Még sosem hittem ennyire friss előtte facsart ilyen gránátalma levet, de ez nagyon jó. Nagyon finom. Gyerünk fenékig. És még ilyen darabkák is maradtak az alján. Szálljunk vissza! Szálljunk vissza! Mégse olyan jó ötlet! Mégse olyan jó ötlet megsimogatni, hogy megtámadják a kocsit! Ja. Hajt! Nagyon már akarom pedig! Hát eljött az idő, vissza kell adnunk a kocsit. Már itt is van az úriember, aki átveszi tőlünk. Hát, sajnos el kell búcsúzni. Most meg átnézi az autót, hogy hogyan olyan állapotba hoztuk-e vissza. A megfülelődé, köszönöm. Hát, thank you. Egy oreós megfülelődé amúgy. Elég jól néz ki. Szerencsére legalább a kocsi ma nem akartak beszkemelni, meg átbaszni, meg ilyenek, vagy hát amúgy megpróbáltak, mert azt írták, hogy elővett valami csávó valamit, hogy 250 gerre megbüntettek, tehát 50k-ra, aztán kiderült, hogy ez egy nappal hamarabb volt az a büntetés, mint ahogy mi a kocsit egyáltalán kibéreltük, szóval ja, szóval legalább nem nekünk kellett fizetni. Találtunk egy taxit, egy rendes orosz figura rendelt nekünk egyet valamitteni alkalmazásban, azt mondta, hogy ez így sokkal olcsóbb. De legalább fel annyiba fog kerülni, mint amikor bejöttünk. Sőt, több mint fel annyi. Egyet kevesebb, mint fel annyi. Szóval, ja, megyünk a reptérre, és megkezdődhet a szenvedés. Meg a 4 órás út. Hajrá!